Eljött a tisztázások ideje a korrupció ellenes ügyészségnél, jelentette ki ma Tudor Eltoáder. Az igazságügyi miniszter szerint már a 13-as kormányrendelettel kapcsolatos vizsgálatra vonatkozó jelentésében erősen meghúzta a vészharangot a DNA tevékenységével kapcsolatban, és felhívta a figyelmet, hogy a korrupció ellenes ügyészségnek az alkotmányos előírások betartásával kell működnie. A miniszter a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács ellenőrző testületéhez fordult, annak a nyilvánosságra került hangfelvételnek az ügyében, amelyet egyesek úgy értelmeznek, hogy Laura Kodruce Kövesi, a DNA főügyésze beavatkozott a kivizsgálások menetében. Toáder azt kérte, hogy a testület tisztázza a felvétel hitelességét. A tárcavezető kijelentette, felkérte a CSIMI ellenőrző testületét, hogy értékelje ki a DNA és a legfőbb ügyészség vezetőségének tevékenységét, lévén, hogy erre már 10 éve nem került sor.